Köszöntöm a Nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és azonnal sorolom, hogy mi mindent hallhatnak, láthatnak a Kulturális magazinban. Nos, együttműködési megállapodást kötött a Magyar Ságkutató Intézet és a professzorok Battyányi köre. Néhány perces összefoglalót adunk az eseményről. Aztán az októberi zivatar szeszélyes telet jelez. Hát, hogyha hideg a február, akkor meleg az október, vagy pedig, hogyha fagyos az október, akkor enyhe lesz a január. De hát ez majd kiderül a későbbiekben. És közeleg a lámpaújítás napja, meg a szüret kezdete is. Jeles napok, népszokások, ősz és magvetőhavában, októberben. Vendégünk a hatos csatorna állandó szakértője, Tátrai Zsuzsa néprajztudós. Aztán belső építészet, fotográfia, grafika, forma és divattervezés, ékszer, kerámia és textil. 40 éves lett a FISE, azaz a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület, amelynek jubilami kiállítása megkezdődik, és ezen mutatják be az ifjú alkotók munkáit. Jön a stúdióba az Egyesület elnöke, Maser Róbert, és Börcsök Anna ékszertervező művész, aki egyébként az Egyesület vezetőségi tagja is. Majd pedig a zenének földön kívüli ereje van, és a hitnek is. Itt lesz velünk Res Hajni előadó művész, aki énekelt rockoperában, játszott a Madár Színházban, aztán énekelt tavaly a Kossuth téri Szent Mise előtt, jelenleg pedig jótékonysági templomi koncerteket ad az ukrajnai menekültekért. És elrepülünk a Holdba is. És végül legyen a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán, vele kezdtem én ezt a beszámolót itt az elején, és akinek szavai, azt hiszem, egybecsengenek mindazzal, amit mondtam, tehát legyen a zene mindenkié, és nem csak október 1-én, a zene világnapján. Kezdünk! Kedves nézők, együttműködési megállapodást kötött a Magyar Ságkutató Intézet és a professzorok Battyányi köre. Újabb szellemi erővel bővült a Magyar Ságkutató Intézet, fogalmazott Horváth Lugosi Gábor, az intézet főigazgatója, arról a megállapodásról, amelyet, ahogy említettem, a professzorok Battyányi körével kötöttek néhány nappal ezelőtt. A megállapodást aláíró Kásler Miklós és Kollár Lajos, a polgári szerveződés elnöke elmondta, szövetségük célja megteremteni és megerősíteni a keresztény polgári Magyarországot, valamint helyreállítani a kommunizmus által lerombolt szellemi és spirituális viszonyokat. Néhány perces összefoglalót adunk az eseményről. Márai Sándor azt írta, hogy a kommunizmusban az a legborzasztóbb, ami utána jön. Miért? Azért, mert a gazdasági viszonyokon, kereskedelmi viszonyokon, és általában az élet materiális viszonyain viszonylag gyorsan lehet változtatni. Lehet építeni gyárakat, autóutakat, repülőgépeket lehet venni, és a többi. De az emberi gondolkodást megváltoztatni, a rögzített, szinte feltételes reflexként működő megközelítéseket megváltoztatni nagyon hosszú idő, legalább 3 nemzedék. Szellemi, spirituális viszonyaink a kommunizmus elmúlt évtizedei alatt, hát hogy mondjam, csak eléggé egyirányúak voltak, manipuláltak voltak, és minden, ami abból kinőtt, általában ami a gondolatok világába, a spiritualitás világába tartozik, az fűnyíró elvek szerint nyesték vissza. Különösen vonatkozik ez az osztályharcon alapuló internacionalizmusra, amelyik nem tűrte meg azt, ami a földi világon túli világot illeti, nem tűrte meg azt, ami nemzeti. Mindig a lépések úgy jönnek, hogy először a kultúra, utána a gazdaság és utána a politika, így épülnek egymásra a rétegek. A lebontásnál is inverz módon, fordított módon kell eljárni. A negyedik Orbán kormány alatt a kulturális esélyegyenlőség a rendkívül sokszínű, sokgyökerű, rendkívül tarka, de hihetetlenül
magas szinten szintetizálódott magyar kultúra esélyeket kapott a sokszínűségen belül. Elsősorban a történelmünk újraértelmezése, identitásunk, a hagyományaink megjelenítése, az irodalomba a vélemény diktatúra kiegyenlítése, tehát jelentős elmozdulások történtek. Nem túl sok ember indította el ezeket, de számomra nagy megnyugvás, hogy a magyarságkutató kezdeményezésével, a programjának az összeállításával kormány szinten tudtam érvelni, és a magyar kormány létrehozta ezt az intézetet, amely abból indult ki, hogy a magyar hagyományokba mi nem lehetett úgy. A társadalomtudományok nem exakt tudományok, hanem a valószínűségeknek a bizonyos fokát lehet csak elérni. Én úgy gondolom, hogy exakt módszerek bevezetése, például az archeogenetika, jelentős adalék volt ahhoz a viszonyrendszerhez, amire támaszkodott a tanított ismeretanyag, és amire támaszkodik a Nemzeti Alaptanterv átírása során az új megjelent történelemkönyvek két évfolyam vonatkozásába. Most már a következő kettő készül, és a kultúra más területein is. Mindig az összefogás híve voltam, ahogy a magyarságkutatókban összegyűjtöttük azt a néhány alkalmas, képes és szemléletében is megfelelő tudós embert, aki képesek arra, hogy a legmagasabb etikával képviseljék a saját tudományágukat, elviseljék a rájuk zúduló ösztüzet, ugyanígy a tudomány, a etika köti össze a professzorok Batthyány körét és a Magyarságkutató Intézetet. Úgyhogy teljesen nyilvánvaló, hogy a két hasonló megközelítésen, hasonló elveket valló intézmény egymással összefog az értékek képviseletében, az értékek közérthetővé tételébe és átadásában. Hát én ehhez kívánok nagyon sok sikert. Volt alkalmam magyarságkutatóhoz is, volt alkalmam a professzorok Batthyány köréhez is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a professzorok Batthyány körének jelenlegi vezetése garantálni fogja az együttműködés teljes sikerét. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm ismételten, Zsuzsa, hogy eljöttél, megint elszaladt egy hónap. És megint csodálkozunk, hogy milyen gyorsan. Igen, mert hát most itt vagyunk, ugye, október, őszhó, magvetőhava, meg azt is olvastam, hogy halak, begyűjtés hava, de ami a legjobban tetszett, hogy a csillagászok szerint ez a skorpió hava, úgyhogy azt hiszem, van mit válogatni. De hoztam neked egy meglepetést, én ezt meg is mutatom. Meg hát persze a nézőknek is. Eléggé sárga már ez az újság, ahogy nézem, és ahogy látod, nem csalás, nem ámítás. 1995-ben akkortól jegyzik ezt a magyar nemzetet, és akkor is már volt ebben évfordulónaptár, és az is volt a különféle ünnepek, jeles napok, és azt mondja, hogy a dömötörszél kemény telet jósol. Hát meg dömötör napja is van, és természetesen rossz szót használtam, mint minden dömötör, aki a keleti egyház szentje, katonatiszt volt, hát vértanú halált halt ő is, mert nagyon sok szent így volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy azért ez a dömötör szél, ez már nagyon-nagyon ott volt. Na de akkor kezdjük talán azzal, hogy tulajdonképpen ebben a hónapban nagyon sok minden történik megint,
És hát azt hiszem, hogy ugrálnunk kell mindenféleképpen itt az időben. Hát melyikkel kezdjük? Assisi Szent Ferenccel? Kezdhetjük Assisi Szent Ferenccel is, mert már tulajdonképpen ugye Máté napkor, múlt hónapban elkezdődött az őszivetésnek az ideje, és ilyenkor, ha Ferenc napon táján kezdenek el vetni, Ferenc hétnek nevezik ezt a hetet, és ilyenkor is szó van ugye az őszivetés időszaka. Igen. De ami a legizgalmasabb ebben a hónapban az a szüret, és a szürettel kapcsolatos jeles napok. Mert tulajdonképpen már Ferenc napon is kezdődhet a szüret, sőt, ugye Szent Mihály napkor, igen, Ferenc nap is szüretkezdő nap, de még inkább október 15-e Teréz napja, és ez a nap a Dunántúlon volt elsősorban a szüretkezdésnek az ideje, a Balaton környékén, és Teréz szedésnek is nevezték a születet. Igen. Ez az avilai Szent Teréz? Gondolom, igen, hogy... Igen. És 21-én pedig Orsolya nap, szintén szüretkezdő nap volt, és a legkésőbbi szüretkezdet, az pedig október 28-a, Simon Júdás napja, és ez ugye elsősorban Tokajhegy alján. Ami nem véletlen, mert nyilván arról is van szó, hogy azokon a tájegységeken, ahol később érik be a szőlő, illetve szeretik a beérett mazsola szőlőt is szedni, ahhoz azért az kellett, hogy elteljen egy kis idő. Meg gondolom, hogy különböző típusú szőlők voltak persze, régen. Persze, akkor is, most is. És ugye a szüretnek óriási jelentősége volt a szüret idejére, szünetelt, hát legalábbis ugye a 16. században, 17. században az iskola, a bíráskodás, igen, annyira fontos volt a szüret. A szüret mellett a másik dolog, ami nagyon fontos már ebben az időszakban, az állatok behajtása. Április 24-én, Szent György napkor hajtották ki az állatokat, és ilyenkor ősszel, ez is tájegységenként változott, illetve állatfajtánként is, hogy mikor hajtják be. És október 20-a Vendel napja, az egyik ilyen állatvédő szent. Mondjuk az is érdekes, hogy az ő történetében szerepelnek állatok, mert nem mindig szerepelnek állatok. Persze, hát, de egyébként azért is, és ezt a nézőktől kapom az információkat, hogy mindig olyanokról tudunk beszélni, amikről máshol, vagy akár ilyen hasonló műsorokban nem nagyon beszélnek. Most csak azért bátorkodtam szóba hozni, mert itt van ez a bizonyos Assisi Szent Ferenc, amiről mindent, szegények, pártfogója, stb. Mindent el szoktunk mondani, de azt hiszem még nem mondtuk el. Egyébként a 13. század, 1226 körülbelül, de lelkesedésében, és amikor előadott és prédikált, akkor még táncra is perdült közben. Táncoló pap, szóval félelmetes. De ő áll a legközelebb a mai emberhez, ugye? Is. Valahogy Szent Ferencnek a tisztelete az máig élő, és aktuális is. Há, hiszen persze. Most az állatvédelem, a természetvédelme, amiben ő teljesen benne volt, Az valahogy ma is így van. Egyébként úgy tartották, hogyha Szent Ferenc napkor ültetik a kotlóst, igen, akkor nyírfaágat tesznek a fészekbe, aha, mert hogy ez meg fogja védeni a csibéket, és ki fognak kelni. És elűzi a gonoszt is. Egyébként mindig el szoktuk mondani, és én is mindig elmondom, hogy október, ugye hát ez a 8. abból ered, már mint a latin októberből, mert ott akkor ugye 8. hónap volt itt, meg a 10. De tulajdonképpen volt ez, direkt megnéztem, a Dominicianus császár, és akkor kísérletet tett a névnek a megváltoztatására, de mint kiderült, rossz császár volt, és ez a bizonyos Dominicianus hónapnév aztán nem kellett senkinek. Maradtunk az októbernél. De, és akkor Dömötör nap, szintén igen, ugye ő is az áll. Ja, egy mondat, mert én ezt mindig megnézem, és nagyon örülsz, mikor elmondom, hogy a magyar nyelvújítók, tehát a 18. században hogy hívták ezt a hónapot? Mustonos. Hát ez van szőlő. Persze. Na szóval, mit akartál mondani? Az, hogy az állattartással kapcsolatban, tehát a Vendel nap volt nagyon fontos ebben a hónapban, és Dömötör napja, 26-án. Igen. Az pedig a juhászoknak volt elsősorban a védszentje, és a juhászoknak volt az időszaka, azt mondták, hogy Dömötöre van, ha valakinek vesztesége volt, és nem fizették ki.
És ilyenkor hatalmas nagy juhász ünnepségeket rendeztek. Bulik volt, dömötörözés. Óriási bulik voltak, uh-huh. És azt lehet olvasni, hogy például Szegeden ilyenkor a papok is táncra perdültek, úgyhogy valószínűleg a Szent Ferenctől megtanulták, hogy azért lehet igen. Táncolni is. Na most ez a dömötör, hát ugye juhászok, ez rendben van, hát ő is keleti egyház, odaból azt olvastam még ebben a nagyon régi újságban is, hogy ott volt szent, de hát akkor ez a dömötör szél, hát azt mondták, hogy a népi megfigyelések, hogyha októberben meleg van, akkor hideg lesz a február, hogyha meg fagy, meg hideg van, akkor meleg lesz, vagy enyhe lesz a január. Na most ezt mindig elmondjuk, és mindig elmondott, hogy attól függ, hogy hol vagyunk, melyik részen a Kárpát-medencében. Hát meg attól függ, hogy mennyire változott meg az időjárás, és hogy mennyire érvényesek még ezek a dolgok számunkra. Igen. Na most tulajdonképpen azt akartam már múltkor kérdezni, mikor beszélünk a szentekről, mert éppen már a múltkor is éppen olvastam, hogy ezek a keresztény szentek, ezek nagyjából majdnem mint halászok voltak. Hát nem tudom, akkor úgy látszik a halfogás, úgy volt, hogy aztán még szent is lehetett belőle. De hát még egy, említetted itt a kotlós ültetést, meg a szüret kezdetét. Én emlékszem, egyszer tavaly beszéltünk arról, hogy valami ostorpattogtatásos dolgok is voltak ilyenkor. Hát az lehet, hogy inkább a karácsonyi ünnepkörben. Ott is, hát lehet. De az nagyon lényeges, és már emlegettük Szent Mihály napkor, igen. Tehát szeptember 29-ével kapcsolatban említettük, hogy ilyenkor kezdődik a kis farsang ideje. Uh-huh. Ez az őszi mulatságoknak, az őszi lakodalmazásnak az ideje volt. Erről is sokszor szó volt már, hogy nem lehetett akármikor lakodalmakat tartani. Igen. Ugye volt a nagy farsang ideje, akkor voltak lakodalmak, tavasszal a zöld farsang idején, és ilyenkor a kis farsang idején. Igen. És ez természetes is, mert a betakarítás időszaka volt, amikor azért jobban volt pénz meg lehetőség arra, hogy az emberek szórakozzanak. Igen. Meg például a kukoricafosztás végén, vagy a szüret végén is mulattak. Ha persze. Táncoltak, ittak, munka után az nagyon jó esett mindenkinek. És az is jó, hogy ilyenkor a szüret kezdett, meg az aratáskor is elmondtuk, hogy az első az dologtiltó nap tulajdonképpen. De hát azért nekiállnak és bemennek. Persze. Még egy dolog, hogy ezt most néhány nappal ezelőtt olvastam, és éppen Teréznél, hogy hideg lett az időjárás, és akkor ez tulajdonképpen, ahogy mondták, vagy olvastam, a fűtési szezon kezdete. Ez a nap. Hát azt hiszem, hogy ez nagyon aktuális mostanában is, ugye? Hát igen, és hogy hány fokra lehet majd igen. Állítani. A másik pedig, hogy itt volt ez a bizonyos Szent Lukács, akiről beszéltünk, emlékszem, a kórházak védőszentje, meg az orvosok védőszentje, de azt, és tudom, mert mosolyogtál, amikor erről egyszer beszéltünk, a gyógyfürdőknek is a védőszentje. Akkor ez nem véletlen a Lukács fürdőbe, hát, hogy ott az, a falon az a rengeteg ez az. Köszönet. Ez 18-a. Uh-huh. Szent Lukácsnak. Így van, hát azért az meg is érdemli. Emlékszem, gyerekkoromban oda jártunk uszodába, és mi gyerekként is csodáltam azt a falat, ahol a sok hálás gyógyult. Megköszönte azt, hogy a Lukács fürdő, és tulajdonképpen Szent Lukács igen. Meggyógyította őket. Na most idézhetek, mert eljöttünk mindjárt 28-át, itt említette Simon Júdás, és hogy a tél kezdete, és azért mondom, hogy idézhetek, mert azt mondja, hát ezt te sokkal jobban tudod, mert járod és a vidéket és a Kárpát-medencét, meg írsz róla, meg minden, de azt mondja, hogy Baranyában, azt mondja a Rigmus, eljön a Simon Júdás, dideregve fázik a gulyás. Meg azt mondja, eljön a Simon Júdás, dideregve fázik a gatyás. És az előbb említetted Szegedet, és Szegedről is van egy, azt mondja, mögérkezett Simon Júdás, jaj már néköd, pőre gatyás. Így van, tehát most már tényleg bekövetkezik a hideg. Hát ugye azt mondták már Szent Mihály napján, hogyha valaki olyankor szalmakalapot hord, attól ne kérjenek tanácsot. És most már egy hónappal ez később jó. Idő van. Igen. Tehát ilyenkor aztán tényleg logikus az, hogy már melegebben kell öltözni, az állatokat be kell hajtani az istálóba, és egy másik időszak kezdődik, amikor azért... Hát azt mondták, hogy a tél kezdete. Hogy a tél kezdete, így van. Amikor, hát szolgálati közlemény is lehet akár, amikor telefonon beszéltünk a múltkor, akkor említetted, hogy
hogy azért ez valami most már, hogy tényleg már este 7-kor, fél 8-kor sötét van, reggel sötét van. Nem felejtettem el, és azért is hozom szóba, mert 23-a, ezt nem tudom, látta, de János napja, és akkor én a múlt héten olvastam, hogy ez a lámpagyújtás napja. Hát azt hiszem, aktuálisak vagyunk. Tökéletesen. Igen, az, hogy ilyenkor a melegre is szükség van, a fényre is sokkal előbb van szükség. Nem véletlenül a régi, hagyományos paraszti életben ezeket a napokat úgy használták már ki, igen, úgy is ettek, úgy is viselkedtek, ahogy a rövidülő napokban, igen, viselkedni kell. Hát így kell most is. Egyébként, hogyha már itt szó volt a szentekről, katolikusokról, stb., akkor itt vannak a protestánsok is, és ez csak egy későbbi adásban majd még erre visszatérünk, mert azt mondják itt a hónap megnevezéseknél, hogy a reformáció hónapja is, mert 31-e a reformáció ünnepe. Így van. Úgyhogy, hát ezért mondtam én az elején, hogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok minden történik itt októberben. És nagyon gazdag. Tényleg, hogyha felsoroljuk az állattartással, a földműveléssel kapcsolatban, a lakodalmak, az emberi élettel kapcsolatosan, és egyfajta életmódváltás is kezdődik a tére való felkészüléssel. És most különösképpen fel kell készülni a katonaságnak is, mert ugye határőrség, stb., és ezt csak azért mondom figyelemfelkeltésképpen, mert itt az ősz, és jön a tél, ahogy az előbb megbeszéltük, de állítólag ez az az időszak, amikor annak idején a harcba induló katonák megolajozták a fegyvereiket, hogy akkor télen is tudják használni. Reméljük, hogy nem lesz rá szükség. Ugye? Hát akkor én azt hiszem, hogy zárjuk azzal a beszélgetést, hogy reméljük, hogy azért lesz megvilágosodás majd, amikor jön a következő időszámítás, vagy az átállás október végén. Hát ez az, hogy még mindig arról van szó, hogy át kell állni. Évről évre azzal biztattak bennünket, hogy vége van az átállásnak. Európai döntés. De hát ott nem mindig lassúak. És akkor még hamarabb lesz sötét, és még rövidebbek lesznek a nappalok. Hát akkor lesz még egy lámpagyújtás nap. Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Vigyázz magadra, és nagyon remélem, hogy erre most nem árulok el még titkot, de remélem, hogy a jövő héten is találkozunk. Így van, igen? Így van. Köszönöm. Sok szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket. Először Annát, mert nem először vagy itt, és remélem nem is utoljára, és mikor legutóbb találkoztunk, akkor is akár ékszerek éjszakája, akár ékszerek hete, mert most már minden van, hoztál olyan furcsa kortárs ékszereket, amit most is látunk itt, hogy konzervdobozból készült, meg ilyenek. Úgyhogy erről is beszélünk, és Robert, ennek meg azért örülök, mert tulajdonképpen a 40 éves Fisének te vagy az elnöke, hát akkor elnézést, hogy nem a hölgyel kezdjük, de én ugyan tudom, hogy a Fise az minek a rövidítése, de akkor mi a Fise? A Fisének a neve az hosszabb változatban az, hogy Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület, és azért 40 is, mert 1982. október 27-én alapult, akkor még a Fiatal Iparművészek Stúdiója volt, később lett egyesület, akkor jött hozzá az E betű. Értem. Na most mielőtt még elfelejteném, 20-áig, 6-ától nyitva van az a bizonyos kiállítás, ahol az alkotók alkotásai megjelennek, és ha jól olvastam, akkor vagy 180-an, de hát ez nem az egész tagság, mert vannak 350-en, hogyha jól tudom tőled, de hát mindent az égvilágon kiállítanak, és azt hiszem, hogy akkor most kezdjük ezzel, hogy lesznek a konzervdobozok is, vagy mit lehet még látni? Persze, természetesen lesznek. Szerencsére az Egyesületben az ötvösök nagyon aktívak, ugye, mint például a kortárs ékszer héten is lehetett látni, igen, és most nagyon sokan az ötvösök közül is kiállítanak, és most a saját tárgyaimból hoztam, ami ugyanúgy látható lesz majd az eseményen is. Igen, hát akkor remélem sok konzervnyitód is van, mert azért van, ezzel elég nehéz megbirkózni. Ha már mondtam a Fisét, akkor kezdjük egy kis névmagyarázattal. Tulajdonképpen mit tud egy design teoretikus? Hát az a helyzet, hogy a köztudatban sokkal jobban ismerik a művészettörténészeket, meg az esztétákat,
és az alkalmazott művészekkel, a dizájnokkal foglalkozó szakembereknek a nevével, hogy mondjam, keresik a jó megfelelést, igen, megfelelő megnevezést, és a dizájnteoretikus az kicsit több is ennél, jobban figyeli az irányzatokat, tendenciákat, tulajdonképpen olyan, hogy művészettörténész, csak a folyamatokkal és a szakmával jobban foglalkozik. Értem. Na most odáig eljutottam, hogy hand, mint kéz, meg hogy hand in hand, de hogy hand pen, odáig már nem jutottam el, meg szója rosszul mondom, hogy menemen, vagy manaman, az micsoda? Ez egy köztünk élő fiatal embernek a művészneve. A handpan az egy hangszer. Filmekben meg valahol láthatjuk, Jamaikában dobolnak ilyen olajos hordókon a zenészek. Ez annak egy ilyen kerek változata, a különféle zónák be vannak hangolva. Bár melyik pontját üti meg, azt szerint C, D, E, F, H hangja. Ez egy ütős hangszer, tulajdonképpen a handpan. Ölébe veszi, és mindegy virtuóz módon játszik rajta. Na most néztük ezeket a konzervdobozokat. Olyan, mint egy konzervdoboz, pont de, olyan. De pont olyan. Azért is jutott eszembe. Igen. De hát igaz, hogy te ékszertervező művész vagy, de most ezen a kiállításon itt hát a belső építészek, fotográfusok, tervezők, grafik, divattervezők, ékszertervezők, nem tudom, kerámia, textil, van itt minden, csak győzze valaki ezt végignézni. Majd a helyszínt is megmondjuk utána, de tulajdonképpen te miért szerelmesedtél bele a konzervdobozokba? Hát én minden ékszernél a története érdekel, az, hogy hogyan lesz egy tárgy narratív, és olyan alapanyagokat keresek, amiben sokkal több van, mint az eredendő. Tehát az, hogy most valami aranyból legyen, vagy gyémántból, az engem annyira nem izgat, hanem hogy milyen furcsaságokat tudunk meglátni, és hogyan tudunk ezekkel kommunikálni. Ami a füledben van, fordulj a kamera felé. Igen, az előző sorozatom az a WC ülőkés sorozat. WC ülőkés sorozat. Na jó, hát akkor kérem tisztelettel, Robert, miért nem lettél pilóta? Igen, hát mondtad, hogy meglepő kérdések lesznek. Hát, hogyha most konkrétan a választ hallani szeretnétek. Sopronba jártam középiskolába, sajnos hatássá volt, igen, nem volt nálunk repülőtér, mint Miskolcon, Szegeden, Pécsen, mindenhol van vitorlázó repülőterek, tehát nekem mindig távol volt a dolog, igazából a repülő szerkezetek, a gépek vonzottak nagyon, aha, és amikor gimnazista voltam, akkor Szovjetunióba kellett volna menni, tanulni, ahol oroszul kellett volna tanulni, 4 évig, alig lehet hazajönni, túl sok testnevelés lett volna, ezért letettem róla. Helyes, és te miért nem lettél építész? Sokkal érdekesebb volt, hogy kisebb tárgyakat tervezzek. Ez így közben, amikor már az építészkarra jártam, akkor alakult úgy, hogy rá kellett jönnöm, vagy nem az én utam, és sokkal érdekesebb tárgyakkal foglalkozni. És na most, tervezni. Ami rajtad van, igen, ez egy gyönyörű szép kék. Igen. Vagy most nem tudom, türkiszkék, türkészzöld, aminek nevezzük, de akkor ez azt is jelenti, hogy ez a kedvenc színed, mert olyasmi rajtad a ruha is, ennem meg az ezt kombinálom is. Direkt ez, hogy jól menjen. Most ez különböző sorozatokból van. Ezt Spanyolországban gyártják ezeket az üdítőket, sajnos nálunk itthon nincs ilyen, hogy egy ilyen műanyag kupak is van rajta, és akkor még védi is az üdítőt. De ezeket keresem folyamatosan, mik azok a... És hát te már a Szovjetuniót említetted, hát jöjjön is a vörös csillagot, de legalábbis úgy tudom, azt csípelték a veredek, hogy neked meg a kedvenc színed a vörös és a fekete, igaz? Hát nem tudom. Igazából van nem. Kedvenc színed? Nehéz megmondani. Szerintem nem biztos, hogy mondanám, hogy van. Szeretem a vörös-fekete párt, igen, de nem mondanám, nincs, én korszakonként változom. Egyébként sok mindennel foglalkoztok, az mindenféleképpen, de azt meg akartam kérdezni, hogy szeretsz horgászni? Nem, egyáltalán nem. Akkor hogy kerül ide a dizájn, mint hal a vízben? Jaj, igen, igen. Az a helyzet, hogy amikor légesz a kiállításnak, október 20-án, akkor bemutatjuk ezt a könyvet. Ez nem a horgászás felől jön, mert nagyon távol lett, hanem van ez az ismert mondás, hogy valami úgy él, mint Marci Hevesen, mint hal a vízben. Tehát a Fise igazándiból arról szól, hogy a művészeknek, a tagoknak olyan lehetőséget, feltételeket, körülményeket biztosít, hogy egyszerűen mindenki ki tud teljesedni és lubickolni tud a szakmában, a művészetben, és a Fise az ezt biztosítja a tagok számára. És ezért a művészet szerető közönség is még több jobb dolgot láthat, például a mostani kiállításon is. Hát igen, igen, és akkor ezt én úgy tőled hallottam, Anna, hogy az ékszer nem csupán tárgy, hanem kapcsolat az emberek között, és ez most arról jutott eszembe megint, hogy
hogyha most nézzük ezeket, most nem akarok én itt hülyéskedni a konzervdobozokkal, de a kapcsolat az emberek között. Szóval ez életfilozófia inkább, ugye? Igen, hát természetesen az is, ugye nagyon fontos, hogy amit viselünk, ezek a tárgyak egymásnak mit üzennek, és ez másoknak üzen, tehát másokkal akarok beszélgetni, másokkal akarok kapcsolatot teremteni a tárgyakon keresztül. Azon kívül, hogy divat, mert hát divatékszer is van, és koronként változik, és mikor legutóbb beszélgettünk, akkor én említettem, hogy a Kleopátra megnézni ezeket a maiakat, vajon mit szól hozzá, de lehet, hogy lenne annyira rugalmas. Na most még egy dolog, és azt hiszem, hogy ezt tőled olvastam valahol, és ez egy nagyon-nagyon jó, hogy nem te döntöd el, hogy az életed milyen hosszú, de azt igen, hogy milyen széles. Ezt hogy kell érteni? Ó, igen, valóban ezt kitettem, mint mottót, igen. Ugye? Az a helyzet, hogy tényleg az, hogy meddig élünk, azt hát tényleg nem mi döntjük el, bármikor, bármi tragédia lesz, de amikor fölébredünk reggel, és mindenféle dolgokba belekezdünk, akkor mi döntjük el, hogy mi mindenbe vágunk bele, mi mindent nekiállunk a végére. Épp most beszélgettünk kint Annával, hogy eléggé fáradtak vagyunk, meg sok a dolgunk, hogy lehet, hogy azért ezen a szélességen szűkíteni kell, mert most aztán nagyon szélesen visszük a dolgokat. Tudom, hogy panaszkodsz vagy dicsekszel. Nem, ez nem dicsekvés, mert szerintem egyre többen vagyunk így, hogy mindenkinek van egy fő dolga, és mellette csinál ezt, azt, amaz, ez másikat, tehát egyik állás mellett csinál egy másik munkát, van egy hobbija, és akkor még minden, tehát sok-sok párhuzamosan, sok szerepben vagyunk jelen, és ezt mi döntjük el, hogy még válunk hozzá újabbakat, vagy csökkentjük, vagy valamit, tehát ezt megválaszthatjuk, hogy meddig élünk, azt hát nem. Hát ez az egyik kollégám mondta, hogy félig viccesen a múltkor, hogy mostan már mindenki olyan lassan, mint a Schuster-szék, mert minimum 3 lábon áll, úgyhogy ezt muszáj. De még egy visszatérve a kiállításra. Szóval azt azért hozzátok közelebb, hogy hogyan, hogy mit látni, hát mondjuk 180 félét nem mondunk el, de hogyan és mit lehet látni, és most ezt azért hozom szóba, mert itt a magyarázatoknál azt nem mondtam az előbb, hogy finisszázs. Szóval, hogy néz ki a kiállítás, hogy kell elképzelni? Szabad a válasz. Mondd a koncepció. Tehát ugye a Fisében különböző szakosztályok vannak, vagy nem tudom ezt, hogy mondjam szépen, tehát van ötvösség. Úgy, mint egy vezetőségi tag. Igen, az úgy, mint a vezetőségi tag. Igen, tehát van ötvösség, mellette design, grafikai rész, kerámia, üveg és textil, és minden vezetőségi tag, ugye ilyenkor felkeresik, meg hát ugye a tagokkal kommunikálunk, és a kiállításokra beválogatjuk a tagjainktól azokat az alkotásokat, amikben valamilyen rendszer tudunk belelátni, és ezt próbáltuk így. Hát egységbe kezelni azért elég nehéz, de hogy egy érthető kiállítás jöjjön abból létre, hogy mennyire ügyes és jó tagjaink vannak. De én most arra gondolok, hogy a látvány, szóval ezt itt kitettük, rendben van, akkor nyilván van a falon is valami, nem tudom, van-e valamilyen 21. századi kivilágító eszköz, vagy bármi, szóval, hogy erre gondoltam én, hogy hogyan lehet látni, vagy mit lehet így látni, milyen módon, mert most már minden kiállításon van, vagy kivetítő, meg lepfal, meg... Nem, hát az a helyzet, a Fisének, hogyha megnézzük a logóját, Art Craft Design, ez a nevű, tehát van kézművészeti jellegű, kézműves és ipari tervezett tárgyak, és hogyha bemegyünk most ebbe a galériába, két nagy termet fogunk megtölteni. Na ez az. És az a lényeg az egésznek, hogy minden egyes mű meg alkotás tényleg a maga szakmájának a csúcsát képviseli. Tehát, hogy mondjam, tehát ez nem olyan, hogy elmegy valaki egy kiállítás, és lát egy festőtől 10 képet, ami 2 nagyon jó, 3 szuper, a többi az még úgy elmegy, hanem egytől egyig tökéletesen szuperül megcsinált, átgondolt, remek munkák. Azt azért mondom, hogy mindenki az életművéből azt hozza el, amivel úgy érzi, hogy kiforrott. És hogyha körbejárunk, akkor minden munka mellett meg tudunk állni, és át tudjuk érezni azt, hogy a maga értékei kijön, átsugároznak, és megértjük, és lebilincselőek a dolgok. Igyekeztünk ezt úgy tagolni, hogy közlekedni is lehessen, és valamennyire ilyen hívó gondolatok szerint tagoltuk őket. Kicsit a humorosabb dolgokat, a drámaiabbakat így helyeztük el. Értem. A térben, ilyesmi koncepció van. Nehéz, hát végesek, a befoglaló tér az adott. És valóban úgy megy, hogy posztamenseken vannak, körbejárható módon a tárgyak, a sík, a képgrafikák falon vannak, tehát ezek így megvannak. Tényleg az van, hogy egyszerűen hogy olyan időt kell rászállni, és végig kell bandukolni a dolgokat. A különféle platformokon meg lehet találni, hogyha valaki nem tudná, hol van a B32 galéria,
és akkor csak a rendkedvéért, tehát hogy 20-áig vagytok nyitva, de feltételezem, hogy mindenféleképpen azért, hát ha hosszabbítás nincs is, de utóélete van az alkotásoknak és a fiatal alkotóknak, nyilvánvalóan ez nekik nagyon-nagyon jó. Hát lehet, hogy rossz a kérdés, mert most már ősz van, meg hideg van, de mikor eveztél utoljára? Szerintem egy éve. Egy éve? Hát akkor majd várjuk meg a tavaszt, és igen, akkor mindenféleképpen, hogyha már itt sikerült egy-két titkot kicsiholni, akkor rajta, és ha már mondtad, tényleg tudom, hogy nagyon sokat dolgoztok, akkor készülődés, és reméljük, hogy a Fise nem csak ezt a 40-et, hanem még nagyon sokat megér. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm, művésznő, hogy eljöttél. Nem először beszélgettünk, hiszen legutóbb, amikor elrepült a jégmadár, még valamikor tavaly az a gyönyörű szép klip, akkor is szót váltottunk, de most egészen más vonatkozásban és másról is beszélünk. De akkor először, én nem véletlenül mondtam azt, hogy művésznő, mert ez igaz, énekesnő, színésznő és minden, de előadó művész. Na most akkor ez a kettő nem egészen ugyanaz, de miért szereted jobban, ha azt mondjuk, hogy előadó művész? Először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a kedves nézőket. Azért szeretem, mert számomra ez foglalja össze, tehát ez a jelző, ez a titulus, melyről amúgy még papírom is van, tehát nem csak az, hogy kipattant a fejemből, hogy én így hívom magamat, hogy előadó művész, mint sajnos nagyon sokan. Igen. Mások, tehát hogy ez már egy kicsit kezd ilyen hát de finoman mondom, hogy elcsépelt lenni, és ez úgy komplexen foglalja magába a színészetet és az éneklést is. Igen, ez tökéletes, és azért mondom, hogy tökéletes, mert hogyha egy picit visszanézzünk a pályádon, ami szerint még a jövő is ott van még előttünk. És bízom benne. Bízom, de nem, és azért mondom, hogy minden belefér, mert prózai színészet, Madách Színház, és hogyha valaki, mit tudom én, a Jézus Krisztus Szupersztárban, egy rockoperában a feleség, akkor az nem egészen úgy, vagy akár a Grízben, hogyha már igen, itt vagy kabaré műsorban, az nem igen egészen ugyanaz, mint ha például akár próza, akár pedig, és erre én még emlékszem, hogy azt hiszem tavaly volt, valamikor tavaly nyáron, amikor a Kossuth téren Szent Mise volt, és bizony, akkor a Szent Mise előtt énekeltél. Bizony. Tehát akkor ezek a fajta dalok, pontosabban ezek a, mondhatom nyugodtan, szakrális énekek is, egymás mellett hogy fér meg nálad, lehet, hogy ezt már mások is megkérdezték, de én még nem, mondjuk a rockoperával. Abszolút összeférnek, hiszen hogyha az embernek van hite, és én azt mondom, hogy teljesen mindegy az, hogy minek nevezzük azt, amiben hiszünk, megszemélyesítjük-e, vagy azt mondjuk, hogy energia, vagy erő, Isten, tehát bárhogy hívjuk, de a hitre óriási szükség van, és ugye sajnos a mai világban ezt is el akarják az emberektől venni, és mert hogyha van hitem, az azt jelenti, hogy még remélek. És nem hiába van ez a mondás, hogy a remény hal meg utoljára, igen, és ha azt meg tudom tartani, akkor számomra az azt jelenti, hogy van belső békém. Ha van belső békém, akkor szeretetet tudok úgymond az én kis mikro-makro környezetemben árasztani. És milyen szép lenne a világ, hogyha mindenki arra fókuszálna, hogy szeretettel forduljon az embertársaink felé. Na most csak azért szakítalak félbe, hogy téged tudjalak idézni ez ügyben. Na. Mert azt olvastam valahol, hogy azt mondtad, hogy a zenének földön túli ereje van, és a hitnek is. Ez így van. Ez körülbelül, amit mondtál, alátámasztja, de hát nem tudom, hogy mikor szalutáltál utoljára, már csak azért akartam az előbb mondani, hogy ezen a bizonyos Szent Mise előtti éneklésen a Kossuth téren a kísérő zenekar a Magyar Honvédség központi bizony, zenekara volt. Bizony, ez tavaly szeptember 11-e az 52. Nemzetközi Eurasztikus Kongresszus, Erdő Péter Boros úr által celebrált Szent Mise előtti felvezető koncerten közreműködhettem. Erre felkértek.
Igen. Már nem, úgy értem, hogy... nem lehetett csak úgy oda menni. Hát azért mondom, hogy katonákhoz nem lehet az csak, hogy belépett. Nem, hát sehova sem, ja. ami már tényleg ilyen, ilyen komoly hely. Tehát, hogy ezt mindenféleképpen mind emberileg, mind szakrálisan, és mind szakmailag is egy nagyon erős visszajelzésként éltem így meg, is van. Hogy jó úton haladhatok, bármilyen nehéz is ez az. Na most bármilyen nehéz is, de tulajdonképpen mondtam az elején beszélgetésünk apropója, az, hogy, és ezt én mondtam a műsor elején is, hogy jótékonyság és templomi koncertek, igen. és én akkor mondtam itt a műsor elején, hogy az ukrajnai menekültekért, de hát ahogy ismerlek, akkor azért ez egy nagyobb kör lehet, de még a templomi koncertekre ezt te nem most kezdted, hiszen volt, ha jól tudom, már áprilisban is, akkor volt. A Covid alatt is volt jótékonyság koncertsorozat, igen. Görögkatolikus templomban is volt emlékezetem szerint. Igen, vagy volt. A görögkatolikusról jut eszembe a református ifjúság is. Szóval igen, de sok helyen, meg amikor ugye tavaly is gyermeknapkor a Helyin Pál kórházban, amikor úgymond történelmet írt a Készeléti Rendőrség zenekar és a Magyar Honvédség Központi Zenekar, hogy összevonultak, és akkor ott a kórház parkjában adtunk egy tündéri koncertet, Disney dalokból és mindenféle olyan dalokból, amelyek ugye a gyerekek számára is egyszerűen föltöltik őket életkedvel, lelkesedéssel, és most idén, ugye, ahogy bekövetkezett itt február végén, ez a háborús helyzet, és ami hát egyre elképesztőbb dolgokat szül itt a világban. Április 9-ével indítottam el, hivatalosan akkor volt az első ilyen templomi koncertsorozat békehangjai elnevezéssel, a háborúból menekülni kényszerül embertársaink érdekében. Tehát ettől bővebb a kör, hogy nem csak az ukrajnai, hanem a háborúból menekültek. Igen, és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel oly módon együttműködve, hogy én pénzhez abszolút nem nyúltam. Mm-hmm. Tehát én nem is, ezt mindig le is szögeztem, hanem mindig ott meg volt kérve egy hivatalos személy az adott helyszínen, és akkor az ő lelkiismeretére volt vízva, de megkaptam visszaigazolásokat, elutalták az összegeket, amelyek összegyűltek a segélyszervezetnek, hiszen ugye egy ilyen szervezet tudja, úgy gondolom a legjobban az, hogy hova, mikor és mennyi összeget kell betenni, és vagy bármit vásárolni vagy rajta. Vagy adományozni, persze. Igen, és hát már 10 ilyen koncert volt, és több mint 1 millió forint gyűlt össze. Bravo. És ezt folytatjuk tovább, amúgy Páncél Kristóf zongora művész, orgonista, énekes barátommal együtt. Ez jó, mert megelőztél, hogy zajlik le egy ilyen. Igen. Indítottam el ezt, és akkor sok esetben a párom Varga Sándor Zoltán is eufónium művész, ha tud, akkor csatlakozik, de volt már, hogy más az adott városban vagy településen egy művész csatlakozott hozzánk, és akkor ő is kicsit színesítette a mi programunkat, és hát most is ugye folytatjuk tovább, és jobban ráfókuszálva az itthoniakra. Megvan már a folytatás, hogy hol lesz a következő? Ezek még tárgyalás alatt vannak, egyeztetés alatt vannak. Hát ez nem két perc alatt derül ki. Nem egyszerű. Na most akkor szakma. Egyrészt nem mindegy, hogy egy kápolnában énekelsz, vagy pedig egy nagy templomban, és gondolom, hogy természetesen Páncél Kristófnak sem mindegy, hogy orgonál vagy zongorázik, mert nem mindenhol van orgona, akkor... Vagy nincs olyan állapotban. Félre sípol. Szóval akkor erre külön-külön, hát nyilván készülni kell, de nem mindig ugyanaz a repertoár, gondolom. Van egy alapvázlat. Hát azt gondolom. És aszerint változtatunk rajta, hogy milyenek ítéljük a közönségnek a befogadó készségét. Azt szokták mondani, hogy ez egy nagyon léleksimogató, lélekbalzsam
bebalzsomozó koncert. Elindítottam egy emlékkönyvet rögtön az első koncerttől kezdve. El is hozhattam volna. Hát. Na hát, ilyen. Olyan gyönyörű üzeneteket kapunk, olyanokat írnak bele az emberek, olyan húrokat pendítünk meg, ami az ember könnybe lábadt szemmel olvassa el, de komolyan mondom, szóval ebben semmi túlzás nincsen, és közben is, tehát, hogy egy olyan lélekkapcsolatok születnek a koncert alatt, ami egyszerűen felülmúlhatatlan. Na most tulajdonképpen már azt is akartam még mondani az előbb, hogy hát ugye most itt van ez a szörnyű háborús helyzet, de hát még nincs vége a Covid-nak se, a járványnak se. Szóval ezek az érzelmi, mentális, mindenféle küzdelmek vannak ez ügyben, de ha már mondtad a befogadó közeget, a közönséget, akkor én inkább azt kérdezném, hogy az egyház, a papok, hogy fogadják ezt, és hogy fogadnak benneteket, vagy mikor hallgatják épp a templomi koncertet? Függetlenül attól most, hogy református helyen vagy katolikus helyen, persze, az teljesen mindegy, hogy mely felekezetnek a templomában megyünk. Isten igazából, hát igen, nagyon sok múlik azon, hogy a plébánia vezetőnek milyen a gondolkodásmódja, mennyire világi. És ez amúgy, megmondom őszintén, meg is látszik amúgy a közösségem. És tehát, hogy ugye hányan vannak? Igen. Hányan jönnek el? Mihez vannak hozzászoktatva? De mindenhol azt mondják, hogy még ilyen sokan nem voltak az adott helyszínen, tehát én mindig elmondom, és volt, ahol nem tudott megvalósulni, mert ragaszkodtak hozzá, és természetesen az ember ezt tiszteletben tartja, és megérti, hogy csak is az egyház által is hivatalosan szakrálisnak nevezett dalok szerepelhetnek csak, de vannak a repertoárban, és ebben a programban profán dalok is. Aha. De attól, mert profán, lehet, hogy ami most szakrális, lehet, hogy 200 évvel ezelőtt... Az lesz profán. Igen. Vagyis az volt profán, és most már szakrális. Igen. És úgy gondolom, hogyha vallásos, hitükben erős emberek adják elő azoknak a műveit, akik szintén vallásosak voltak, akkor az Isten szemébe szerintem elfogadott, és számomra ez a legfontosabb. Hát én mindenféleképpen még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttél, de hát azért nem úszod meg, mert amikor legutóbb beszélgettünk, akkor felrepítettük a jégmadarat, egy nagyon gyönyörű szép képet. De most akkor visszatérünk a másik feledre, vagy az egyik oldaladra, hogy tudom, hogy folyamatosan dolgozol, megszülettette már valamiféle általad és jónak tartott új klip. Meg. Na meg tessék. Bizony, és ha már repkedtünk legutóbb, akkor úgy gondoltam, hogy menjünk még egy kicsit kifelet, egészen az űrbe. Na. És Holdonát címmel jelent meg most egy pár hete a legújabb dalom, videóklippestül, melyet meg lehet nézni, meg lehet találni, visszanézhető a videó megosztó portálon. Szűcs Norbert, a zenei producerem írta a zenéjét, és a szöveget pedig együtt írtuk. Igen. És ugye hát ez már a készülő első nagylemezemről, a harmadik dal, amely így már megjelent. Bravo. Na, hajj, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy jöttél, és akkor minden tekintetben, akár próza, akár zene, akár komoly, nem szeretem, hogy komoly, meg könnyű, ilyen nincs, zene van, hogy akkor rajta csak így tovább, és néha skáláz is. Nagyon szépen köszönöm, megteszem iddel. Valahol egy társ, aki hív, valaki megérkezik már, valaki a búcsúra vár.
Kedves nézők, aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét az életnek, olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok-sok bajon. Mondta a 140 évvel ezelőtt született Kodály Zoltán, és szavai, nyugodtan mondhatom, örök érvényűek, és nem csak október 1-én, a zene világnapján. Yehudi Menuhintól származik egyébként a gondolat, hogy legyen egy nap, amelynek főszereplője a zene, amelyet aztán 1975-ben az UNESCO Nemzetközi Tanácsa a világnap rangjára emelte, azzal a céllal, hogy a társadalom széles rétegei számára népszerűsítse a zeneművészetet, szorgalmazza a népek közötti barátságot és megbékélést, amire ugye mostanában is igen nagy szükség lenne. Szóval, ahogy Kodály Zoltán mondta, legyen a zene mindenkié. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ennyi volt a Nagykörút, a Kulturális Magazin. A szokott időben ismét jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra. Közeleg a tél, hideg napokat élünk, de hát az ősz már csak ilyen. Minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében készült.